A Városi Felső Kereskedelmi Iskola mostani nevén a Széchenyi száz éve nyitotta meg kapuit. Az intézményt nyiregyházi kereskedők és gazdák kezdeményezésére alapították 1918-ban. Ezt ünnepli a következő hónapokban az iskola. Relikviákból, dokumentumokból, összeállított anyag Ból készült kiállításnak a megnyitóját fogjuk ma tartani, és terveink szerint még szerepel egy szeptemberi nagy Gála műsor, ahol az intézményben végzett diákok és maga az intézmény teljes nagy közönség előtti bemutatkozása is meg fog valósulni. A jubileumi ünnepségen Hargitai István címzetes igazgató is szólt, emlékezett az alapítás 75. évfordulóján került az iskola bejáratához a Széchenyi szobor, amit azóta is nagy becsben tartanak. Jó magam, 15 évig voltam ennek az iskolának az igazgatója, és ma is nagyon szívesen és lelkesedéssel emlékszem vissza a 25 évvel ezelőtti eseményekre. Akkor a iskola 75. születésnapjára készülődtünk, akkor avattuk fel a Szécsényi Szobrot az iskola előtt, és elindítottunk egy pár olyan Ma már hagyományává vált rendezvényt, amire azóta is büszke lehet az iskola. Az iskola az elmúlt évtizedekben és most is számos országos tanulmányi versenyen jeleskedik. Többek között a gépírás versenyszámban érnek el sikereket a szécsényis diákok. A legtöbb végzős diák gazdasági szakon tanul tovább, de mindig van olyan tanuló, aki a politika vagy az informatika világában találja meg a helyét nagyon-nagyon jó érzés úgy ebbe az iskolába járni, tudni azt, hogy a múltban és a jelenben is olyan jelentős emberek sétálnak a falak között, akik ugye kés, hamarabb diákként sikeres üzletemberek és politikusokká váltak. Ez a száz év egyik nagy vonatkozása. A másik pedig az az, hogy ugye egy intézmény történetében az első centenárium egy olyan nagy esemény, ami, amit csak egyszer jelhet meg egy ember, és diákként is nagyon-nagyon jó érzés, és részt venni a programokban. Az iskola történeti kiállításon láthatunk több ballagó iskolai egyenruhákat, és a suli újság fejlődését is bemutatják.